Húvós örömzene, katonazenekarok, komoly és könnyű zenei koncertek, kertmozi, családi programok és koronázási szertartásjáték. Idén is tartalmas szórakozást kínál minden korosztálynak a pénteken induló székesfehérvári királyi napok, mely a korábbi évekhez hasonlóan az egész belvárost megtölti élettel. Gyere, csinálok itt helyet, hogy nehogy lekasszáljuk senkinek a fejét. Az idei év különlegessége, hogy az aranybulla emlékével őt tisztelegve a helyszínek között egy újdonság is szerepel. Augusztus 20-án itt a megszépült aranybullánál rendezik meg az ilyenkor hagyományos ünnepi díszközgyűlést 18 órától. A polgármester köszöntő szavait követően itt adják majd át a város elismeréseit. A Panorama Office-tól induló elektromos autóbuszok segítségével bárki ingyenesen juthat el majd a helyszínre és vissza. A programsorozat egyik kiemelt eseménye a már jól megszokott Királyi Napok Folk Fesztivál, melyet idén augusztus 13-a és 17-e között rendeznek meg, és számos ingyenes kikapcsolódási lehetőséggel várja a belvárosba látogatókat. Az Icsi színpad már épül, nem sokára birtokba vehetik a néptáncosok. Két év kihagyás után minden napra jutnak majd színvonalas táncos produkciók. Az első nap a házigazda Alba Régia tánc együttes utánpótlás csoportjai és szenior csoportja lép fel, melyet a Közép-Dunántúli régiós gyermek és ifjúsági néptánc csoportok gála műsora követ. A nyitó napot az Alba Régia tánc együttes Hagyomány Érzők című műsora zárja, és ezután 14-én következik 20 órától Fitos Dezső társulat Tavenbachstel előadása, 15-én vasárnap a Duna Művész együttes Szerelmünk Kalotaszeg című csodás táncprodukciója, majd 16-án a Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári Piasztéren című tánc előadását láthatják, és a záró napon pedig egy tánckoncert, Ferenci Gyuri és a Racka Jam, Szalonna és Bandája és a Járság táncegyüttes produkciója a Mindenek Szerelme. Természetesen a Fehérvár Média Centrum csapata idén is végigkíséri az összművészeti fesztivál programjait. A Vörösmarty Rádióban lesznek beszámolók és megszólalnak majd a szervezők is, de a Fehérvár Magazin és a Fehérvár TV felületén is figyelemmel kísérhetők az ünnepi napok eseményei. Idén két év kihagyás után jelentkezik Art Café című műsorunk is. 16-án kedden rögzítjük azt a műsort, ami adásba is kerül, és amely természetesen elsősorban a forgatagban résztvevő és annak a színvonalát biztosító szereplőknek ad majd lehetőséget, hogy kicsit így megmutassák magukat, illetve azokat a programokat, amelyek akkor majd még bőven várják a fehérvári polgárokat itt a belvárosban. Bízunk benne, hogy már megfelelő forgataggal a háttérben tudjuk mindezt megmutatni. A székesfehérvári királyi napok programjai megtalálhatók az alkalomra készült tájékoztató füzetben vagy az eseménysorozat hivatalos honlapján.